Új utakon szeptembertől közel 100-an vehetnek részt a Nyíregyházi Egyetem új típusú duális képzésén. Érkeznek az értesítések, idén is kötelező az adategyeztetés a mobil szolgáltatókkal, különben megszűnhet az előfizetése azoknak, akik feltöltő kártyás telefonnal rendelkeznek. Multidézés, a Magyar Honvédség 170 évét bemutató kiállítást mától május 6-áig tekinthetik meg az érdeklődők a Nyíregyházi Egyetemen. Szeptembertől közel 100-an vehetnek részt a Nyíregyházi Egyetem új típusú duális képzésén. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A képzéseket egyre inkább a munkaerőpiac igényeihez alakítják azzal a céllal, hogy a végzett hallgatók itthon maradjanak, helyi cégeknél helyezkedjenek el, és a helyi gazdaságot erősítve segítsék a térség felemelkedését. A duális képzés lényege, hogy az egyetemi hallgatók egy 22 hetes gyakorlati képzésen vesznek részt egy általuk kiválasztott cégnél. Így a diploma mellett megszerzik a céges igényeknek megfelelő szaktudást is. A Nyíregyházi Egyetem jelenleg 60 helyi vállalkozással áll szerződésben, melyekhez 4 tudományterület, 6 különböző szakáról érkezhetnek a jelentkezők. Ebben az új projektben azt vállaltuk, hogy kibővítjük a Nyíregyházi Egyetem duális képzéseit, és nem csak kibővítjük, hanem igazítjuk a cégek elvárásaihoz. Szeretnénk, ha az új képzési programjaink tükröznék azt, amit a cégek elvárnak egy végzett mérnöktől, egy végzett hallgatótól. Ennek megfelelően kompetenciafelmérést végzünk, a cégek véleményét kérjük ki, és ezt építjük be majd a képzési programjainkba, hogy ezáltal is a munkaerőpiac számára minél inkább használható hallgatókat képezzünk. A duális képzések bővítésétől azt várják, hogy egyre több végzett szakember marad és helyezkedik el a városban, illetve a régióban, tette hozzá az intézetigazgató. Sikolya László, a program projektmenedzsere kiemelte, a képzéseket folyamatosan igazítják a piaci igényekhez. Ezeket a képzési lehetőségeket 4 tudományterületen, gazdaságtudomány, informatika, agrár és műszaki tudományterületen, minden szakon, most már 6 szakon indítunk duális képzést, egy gyakorlatorientált keresetképzés a vállalatok részéről. Célunk rövid és hosszú távú. Rövid távú cél, hogy javítsuk a képzés minőségét, főleg gyakorlati vonatkozásban. Hosszú távú célként pedig megfogalmaznánk azt, ami magába foglal a pályázat neve is, hogy Észak-Kelet-Magyarországon itt szeretnénk tartani ezeket a végzett mérnököket, informatikusokat, közgazdászokat, hogy ezzel is segítsük a térség felemelkedését. Jelenleg 36 duális képzésben résztvevő hallgató van a Nyíregyházi Egyetemen, az idei évtől pedig 96-ra bővül az erre a típusú képzésre felvehető hallgatói létszám. Idén is kötelező az adategyeztetés a mobil szolgáltatókkal, különben megszűnhet az előfizetése azoknak, akik feltöltő kártyás telefonnal rendelkeznek. Törvényi előírás alapján 2017-ben június 30-áig kellett a szolgáltatókkal adatot egyeztetniük az előfizetőknek. Az előfizetők személyesen, telefonon és interneten keresztül egyeztethetik adataikat a szolgáltatókkal. Az előfizetőknek törvényi előírás alapján idén is kötelező az adategyeztetés szolgáltatójukkal, amennyiben előre fizető SIM-kártyát használnak. Ezt a kötelezettséget komolyan kell venni, mert ha figyelmen kívül hagyják a szolgáltatóktól idén érkező, erre vonatkozó SMS-eket, és így elmulasztják az adategyeztetést, akkor kártyáikra megszűnhet az előfizetés. Maga rendelkezés, ami alapján ez az adategyeztetési kötelezettség született, ez a 2016-ban az országgyűlés döntése alapján az ország nemzetbiztonsági, közbiztonsági bűnüldözési érdekeire tekintettel született, és azóta kellett tavaly egyszer mindenkinek egy azonos időpontban végezni, és akkor rendelkeztek úgy, hogy ezentúl a prepaid kártyásoknak évente egyszer egy ilyen adategyeztetést meg kell tenniük. A tavalyi adatok alapján idén körülbelül 3,5 millió SIM-kártya esetében várható adategyeztetés. Az előfizetőknek a személyazonosításra szóló okmányuk adatait kell egyeztetni, ezzel ellenőrizve, hogy valóban ők azok, akik használják a kártyát. Az egyeztetés határideje egyénenként változó. A szerződés megkötésének az évfordulójáig, annak a napjáig kell évente megtenni. Amennyiben ezt követő 5 napig nem teljesül az adategyeztetés, akkor a szolgáltatónak ki kell kapcsolnia.
Tehát ebből következően mindenkinek más ez az időpont, de erre természetesen a szolgáltatók többszöri értesítéssel felhívják mindenkinek a figyelmét. Ezeket az értesítéseket kell komolyan venni, és a szolgáltatóval egyeztetni. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra kéri a szimkártyás ügyfeleket, hogyha a szolgáltatójuk SMS-ben értesíti őket az aktuális adategyeztetésről, tegyenek ennek eleget a törvényi előírásoknak megfelelően. Az adategyeztetés mindhárom nagy szolgáltatónál online is elvégezhető a cégek honlapján. Fontos, hogy csak a szolgáltató SMS értesítése után kell elvégezni az adategyeztetést. 2018-ban ünnepeljük a Magyar Honvédség fennállásának 170. évfordulóját. A jeles évfordulóra a Honvédelmi Minisztérium hadtörténeti intézet és múzeum vándorkiállítást készített, amely betekintést enged a 170 éves időszak történéseibe, bemutatja annak jelentős eseményeit és jellegzetes tárgyait. A kiállítást április 12-től május 6-áig tekinthetik meg az érdeklődők a Nyíregyházi Egyetemen. Az idén 170 éves magyar hadsereg a magyarság legszebb, legdicsőbb pillanataiban született meg 1848-ban. A 170 év alatt meg annyi változás és kihívás érte a magyar katonákat, de az elszántság és a hazáról vallott gondolatok és tettek változatlanok maradtak. Nyíregyháza laktanyáiról és katonaságáról már az 1930-as évek elején számos írás említést tesz. Román István a rendezvényen megtartott ünnepi beszédében kiemelte: Nyíregyháza katonaváros, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szerte nagyon komoly hagyományai vannak a katonaságnak. Itt a tájékozódásom alapján el lehet azt mondani, hogy jelenleg is a magyarországi hivatásos állománynak egy jelentős része az Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből verbuválódott fiatal, aki különböző nemzetközi missziókban, illetve a hazai szolgálatban, vagy a déli határok védelmében akár részt vesznek. Nagyon fontos, ez a kiállítás ide került, mert az egyetemen nagyon sok fiatal láthatja, és én személy szerint abban is bízom, hogy ezt a fiatalok nem csak megnézik, hanem akár ez inspirálólag is hatat néhányukra, hogy ezt a nagyon szép, küzdelmes pályát válasszák maguknak. A kiállítás megnyitóján jelen volt Ruszin Romulus dandártábornok, aki elmondta, a megemlékezésnek a legfontosabb jelentősége, hogy emlékezzünk. A programsorozat alatt nagyon sok fiatallal, iskolással találkoznak a Magyar Honvédség katonái. Ennek köszönhetően az elmúlt években javult a honvédség megítélése. A dandártábornok tapasztalatai alapján egyre többen választják hivatásként a Magyar Honvédséget. Egyre többen jelentkeznek katonának és próbálják ki magukat. Ugye a mai Magyar Honvédség az önkéntes, mióta a sorkötelezettséget felfüggesztettük, tehát most csak az visel egyenruhát, aki igazán akarja viselni ezt az egyenruhát, aki úgy dönt, hogy ha kell, saját önszántából a legértékesebbet is adja az országért az életét. Azt tudom önöknek mondani, hogy az elmúlt 2 évben a létszámunk folyamatosan nőni tudott, hiszen valóban vonzóvá válik ma magyar katonának lenni, itthon és külföldön egyaránt. Hogy van-e elég? Ha egy parancsokot kérdeznek, akkor soha nem elég. Természetesen egy állandó fluktuáció van, jönnek és mennek a katonák, kipróbálják magukat, és utána kipróbálják magukat az élet más területén is. Úgyhogy bárki, aki úgy gondolja, hogy szeretné kipróbálni magát, szeretne kipróbálni az értékeit, szeretne külföldön szolgálni, szeretne nyelvet tanulni, szeretne csapatban dolgozni, a Magyar Honvédségéhez a feltételeket úgy biztosítja, hogy közben olyan illetményt is tudunk biztosítani, amivel valóban el tudja tartani a családját. Az egy évben át tartó programsorozatok alatt nem csak kiállításokkal, hanem kulturális programokkal és harcászati bemutatókkal is találkozhatnak az érdeklődők. Nyíregyházán május 6-áig tekinthető meg a tárlat. Egy személy sérült meg abban a balesetben, amelyik tegnap délután történt Nyíregyházán a Kótai úton. Egy kanyarodó kis teherautó egy egyenesen haladó személygépkocsi elé fordult, és a két kocsi ütközött egymással. A személyautó vezetőjét a mentők kórházba szállították, az anyagi kár jelentős. Negyedik alkalommal várták az irodalom barátokat a művészasztalhoz Nyíregyházán. A vendég ezúttal Dragomán György író műfordító volt. Az esten a szerzővel Kovács Judit beszélgetett. A Móri Zsigmond Színház művészei részleteket adtak elő Dragomán György a Fehér király és mágia című regényéből. Dragomán György 15 évesen 1988-ban költözött Magyarországra Marosvásárhelyről. Első regénye, a Pusztítás könyve 2002-ben jelent meg, melyet 2005-ben követett a második, a Fehér király. Utóbbit azóta több mint 30 nyelvre fordították le, Kínától Brazíliáig, ott van a világ könyvtárainak polcain. Írásait rendszeresen közlik magyar és külföldi lapok, mint a The Paris Review, a Le Monde és a New York Times.
A művészasztal nézői a Mágiából és a Fehér királyból láthattak részleteket. A regény Erdélyben játszódik, a Ceausescu diktatúra évei alatt, és azt meséli el, hogy milyen kalandok közepette éri túl a 12 éves Dzsata élete legnehezebb évét. Dragomán György műveiben a kamaszok szemszögéből mesél, ennek több oka is van. Ezek a könyvek a diktatúráról szólnak, és azt hiszem, azt legjobban az AOL nézetből lehet megmutatni. Nem szándékosan alakult így, hanem elkezdtem ezeket a hangokat használni, és ahogy elkezdtem, megszólaltak ezek a gyerekhangok, azt vettem észre, hogy mivel ők lentről néznek felfele, pontosabban látnak, mint hogyha fentről néznének lefele, és akkor elkezdtek szólni ezek a hangok a fejemben, és én nagyon sodró lendületű történeteket kezdtek mesélni ezek a fiatal emberek, a Fehér király főszereplője Dzsata, a mágiai pedig Emma. És akkor onnan kezdve, hogy vitt a hangjuk, onnan kezdve nem is nagyon volt már választásom. A Mágiát több hazai és külföldi színház is műsorára tűzte. Budapesten a Víg Színház házi színpadán játsszák. A Fehér királyból 2016-ban brit-amerikai film készült. Amíg írtam ezeket a könyveket, én voltam az egyetlen olvasójuk, és teljesen magányosan is magamnak írtam őket, és akkor látni, hogy most mások is olvassák őket, és nem csak, hogy olvassák, hanem egyszerűen átugorja a műfaji határokat, amit írtam, és meg tud ihletni filmeseket, meg tud ihletni rendezőket, ez egy nagyon izgalmas érzés, mert ezeket a dolgokat én ajándéknak tekintem. Úgy gondolom, hogy ezt nem nekem kell csinálni, én megküzdöttem azzal, hogy a mondatokat meglátom, hogy a képeket leírom, és utána az nagyon jó érzés, hogy ez másokat is megihlet, és látom, hogy ők is beteszik a saját munkájukat, és megtalálják benne a saját képüket úgy, ahogy én az enyémet találtam meg ezekben a szövegekben. Az esten, amelyet Kovács Judit író moderált, olyan megzenésített versek is elhangzottak, melyek a szerző felesége Szabó T. Anna tollából születtek. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház közönsége a következő évadban láthatja majd Dragomán György egyik művét, hiszen a Kalucsnyi című drámát bemutatja majd a társulat. Nyolc csapat mérkőzik meg egymással hétvégén Nyíregyházán, hogy elhódítsa a Paragrafus Kupa győztesének járó serleget. Az igazságszolgáltatás, a közigazgatás és a rendvédelem területén dolgozók labdarúgó tornája országosan is egyedülálló kezdeményezés. Idén már 20. alkalommal rendezik meg a kispályás bajnokságot. A Paragrafus Kupa játékosai szeptemberben pedig egy közös csapatba állnak majd össze, így mérkőznek meg a magyar-görög-katolikus papi válogatottal Fényes Litkén. Ezt a kupát emelheti magasba a bajnok csapatkapitánya szombat délután a Bemiskolában. A nyíregyházi intézmény ad majd otthont a Paragrafus kupának. A győztes pedig ebből a 8 együttesből kerül ki. Az eredetileg az igazságszolgáltatás területén dolgozóknak szervezett labdarúgó torna 4 csapattal indult el 1999-ben, azóta kibővült a közigazgatás és a rendvédelem csapataival a résztvevők sora, és idén már 20. alkalommal küzdenek a játékosok a végső győzelemért az országosan is egyedülálló kispályás bajnokságon. Azért nagyon fontos, mert ezeknek a hivatásrendeknek a képviselői egyébként nagyon ritkán találkoznak kötetlenül magánemberként ilyen nagy számban, hiszen a torna lehetőséget ad a sporton kívül a ismerkedésre, a barátkozásra, egyéb információk átadására, és az étkezésnél, a fehér asztalnál pedig egy nagyon kellemes befejezése lehet ennek a napnak. Szombaton még egymás ellen küzdenek a Paragrafus kupán a játékosok, szeptemberben azonban már egy közös csapatban lépnek pályára. A Paragrafus kupa válogatottja már 8 éve mérkőzik meg, a mostanra a határon túlról, Kárpátaljáról és a Párciumból érkező játékosokkal is megerősített magyar-görög-katolikus papi válogatottal. Mi is örülünk neki, hogy már 8 éve itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elmondhatjuk azt, hogy mi papok a Paragrafus kupa válogatottjával mérkőzhetünk meg a Zöldgyepen, hiszen azt hiszem, hogy ez egy jelzés. Egyrészt felünk is, magunk között is, hogy jó együtt lenni, jó együtt a pályán együtt játszani, ahol mindannyian egyformák vagyunk, másrészt pedig szerintem egy kicsit a világ számára is egy egyértelmű jelzés az, hogy sokan vannak ebben a megyében, ebben az országban, akik azon törekszenek, hogy minél inkább a sport szeretetén keresztül is megmutassuk, hogy közös a felelősségünk. A két válogatott évről évre a megye más településén csap össze, többek között Nyíregyházán, Ajakon, Gyulaházán, Vásárosnaményban és Csengerben találkoztak már a csapatok. Idén szeptemberben Fényes Ritka ad otthont a két együttes mérkőzésének.
Megtört a jég, a 19. fordulóban megszerezte szezonbeli első győzelmét a Nyíregyházi Teke Klub. Az NTK játékosai Ajkán léptek dobóállásba, és 5-3-as sikerrel távoztak a vendéglátóktól. A Szuperligából már kiesett nyíregyháziak szombaton a Ferencvárost fogadják a Városi Stadion Tekecsarnokában. A nyíregyháziak abban reménykedtek, hogy Ajkán végre véget vetnek közel egy éve tartó nyeretlenségi sorozatuknak. Emellett szólt az, hogy az NTK még soha nem kapott ki Ajkán, ellene viszont az, hogy nem a legerősebb összeállításban utaztak el a vendégek. Ehhez képest az első körben a fiatal erős Adrián megszerezte a csapatpontot, Szegő Levente pedig az utolsó dobásoknál veszített ellenfelével szemben. A középső sorban Hakker Dezső 680-val szerzett pontot, Finta Zoltán viszont kikapott riválisától. Ekkor 2-2-re állt a mérkőzés, viszont 73 fa előnyük volt a vendégeknek a zárópárosok előtt. Magyarorsi Péter rögtön az első szedbe mattolta a hazaiak egyik stabil játékosát, míg a Szlovenszki Attila folyamatosan kapta a hátrányt, de abszolút fej-fej mellett haladtunk, továbbra is a 70 fa felett álltunk. Olyannyira izgalmasan csökkent a előnyünk, hogy az utolsó szett utolsó tarolására már csak több mint 10-12 fás előnyünk volt, és ide-oda billent a mérleg nyelve. Azonban a Magyarorsi Petrinek sikerült nagyon jól teljesíteni az utolsó tarolását. Nagy meglepetésre a sírból visszahozta a párharcát, megszerezte az egyéni pontját 580 fával, míg mellette a Szlovenszki Attilát cseréltük a ismét szintén ifjúsági korú Bíró Zsoltra, és jól sikerült ez a csere, mert megzavarta a hazaiak más is stabil játékosát, és így alakulhatott ki az utolsó előtti dobásba. Én már jeleztem, hogy sikerült megnyerni ezt a meccset 5-3 arányban, és már tényleg felszabadultan tudtunk ünnepelni. Hát hozzáteszem, hogy ez már nagyon ráfért a csapatra. A nyíregyháziak szombaton a Ferencvárost fogadják a Városi Stadion Tekecsarnokában. Budapesten nagyon jó mérkőzést játszottunk, és egy nüansznyival mi most alul maradtunk. Azonban a Ferencvárosnak olyan a sorsolása, hogy nagyon nagy esélye van a negyedik helyre odaérni a bajnokságban, a Győrt letaszítva a nemzetközi kupaindulási jogáról, úgyhogy nekik feltétlenül nagyon fontos mérkőzésük lesz ez a nyíregyházi fellépés. Még számunkra igazából már nincs tétje továbbra sem ennek a mérkőzésnek, de titkon azért remélem, hogy önmagunkat sikerül felülmúlni, végre hazai pályán nyugodtan játszani, és bízunk benne, hogy meglepjük a Ferencvárost, mert mindenképpen képesek vagyunk a bravúrra, mint ahogy ez a mostani ajkai mérkőzésünk is mutatta. A Szuperliga tabelláját 3 fordulóval a zárás előtt a Szeged vezeti, 1 ponttal megelőzve az Alaegerszeget. A 2 ponttal sereghajtó NTK már kiesett a legmagasabb osztályból. Újabb idegenbeli győzelmet aratott a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese az amatőr nemzeti bajnokság rájátszásában 82-75-re nyert Tatán. Az NKS szombaton a székesfehérvári Dávid Kornél kosárlabda akadémia csapatát fogadja a Szent Imre torna csarnokában. Újabb idegenbeli meccset pipálhat ki a nyíregyházi kosársuli. Legutóbb Tatán lépett pályára Farkasinszki Gyuláni együttese, és szoros mérkőzésen felül is múlták a hazaiakat Pap Klaudiáék. Az első negyed után 3, a második 10 percet követően 2 ponttal vezettek a vendégek. A házigazda azonban egy pillanatig sem adta fel, így végig harcolni kellett azért, hogy a rájátszásban 5. idegenbeli meccsén 4. győzelmét könyvelhesse el az NKS. Igen, csak kellemetlen ellenfélnek számított ez a tatai csapat, főleg ott hazai pályán. Minden, amit rádobtak, az minden beesett, palánkos hármas, majdnem 3 pontos dobtak a félpályától, és így tovább. De beálltak egy igen kellemetlen 2-3-as zónába, amit ugye megpróbálhattunk volna kintről kidobni, de ugye nekünk azért ez az idegen pálya nem annyira feküdt, mint amennyire a tatajaknak. Megpróbáltunk egész pályás letámadást, megpróbáltunk mindenféle fajta védekezéssel. Az igazság, hogy nem mindig voltunk fölkészülve arra, hogy olyan lehetetlen helyzetből és olyan szituációkban is dobni fognak ezek a játékosok, amit mi, megmondom őszintén, tehát igazán csak nem készültünk fönre. Az volt a szerencsénk, hogy azért a DIA egy extra teljesítményt tudott hozni ezen a mérkőzésen. Hát ugye ő azért 40-21-et dobott, ami úgy gondolom, hogy igencsak magáért beszél, főleg, hogy csapatpontjainak majd a felét hozta ő. A nyíregyházi kosársuli szombaton a székesfehérvári Dávid Kornél kosárlabda akadémia csapatát fogadja. Az a székesfehérvárinak ilyenem már játszottunk, bízunk benne, hogy most őket fogja egy kicsit megviselni azt, hogy utazniuk kell, mégis csak itt hol vagyunk, szokott pályán vagyunk, szokott gyűrűre fogunk dolgozni. Ettől függetlenül ez nem egy könnyű ellenfél ez a székesfehérvár. Tehát itt azért régi rutinos álcsjátékosok vannak, korosztályos válogatott, utánpótlás játékosok vannak, igencsak kellemetlen ellenfél. Bízunk benne, hogy azt a teljesítményt, ami
Székesfehérvárra nyújtottunk, az hazai pályán is meg tudjuk ismételni, és végre a hazai közönség előtt is tudunk egy jó mérkőzést játszani. Az NKS Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Szent Imre csarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Szeptembertől közel 100-an vehetnek részt a Nyíregyházi Egyetem új típusú duális képzésén. A képzéseket egyre inkább a munkaerőpiac igényeihez alakítják azzal a céllal, hogy a végzett hallgatók itthon maradjanak, helyi cégeknél helyezkedjenek el, és a helyi gazdaságot erősítve segítsék a térség felemelkedését. Idén is kötelező az adategyeztetés a mobil szolgáltatókkal, különben megszűnhet az előfizetése azoknak, akik feltöltő kártyás telefonnal rendelkeznek. A hírközlési törvény szerint 2017-ben, június 30-áig, majd azután évente kell szolgáltatójukkal egyeztetniük adataikat a feltöltő kártyás mobiltelefon tulajdonosoknak. Az előfizetők személyesen, telefonon és interneten keresztül egyeztethetik az adataikat a szolgáltatókkal. 2018-ban ünnepeljük a Magyar Honvédség fennállásának 170. évfordulóját. A jeles évfordulóra a Honvédelmi Minisztérium hadtörténeti intézet és múzeum vándorkiállítást készített, amely betekintést enged a 170 éves időszak történéseibe, bemutatja annak jelentős eseményeit és jellegzetes tárgyait. A kiállítást április 12-től május 6-áig tekinthetik meg az érdeklődők a Nyíregyházi Egyetemen. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 12-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk, záporokkal. Kezdetben még meleg levegő áramlik fölénk, este azonban nyugat felől egy hideg front éri el a Kárpát-medencét, amely pénteken tovább vonul kelet felé. Változékony időt okoz, de lényeges lehűlést nem. Az előttünk álló éjszaka gyakran megnövekszik a felhőzet. Éjszaka helyenként már záporeső, zivatar is kialakulhat. A délkeleti szél megélénkül, zivatar térségében átmenetileg viharossá fokozódhat. Reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte a jobbára erősen felhőségből többfelé előfordul záporeső, zivatar, majd a délutáni esti óráktól felszakadozik a felhőzet. A déli szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 20 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg fronti hatás lesz térségünkben. Szombaton országszerte több órára kisüt a nap, csupán elvétve alakul ki zápor. Vasárnap általában szűrt napsütésre lehet számítani, a jövő hét első napjaiban pedig a változó felhőzetből elszórtan valószínű csapadék. Viszonylag enyhének ígérkeznek az éjszakák, és a csúcs hőmérséklet is több fokkal meghaladja az ilyenkor megszokott értékeket.